Zsidóság A zsidósággal szemben azt a hibát követjük el, hogy azt követeljük tőle, ne legyen zsidó. Az emberi faj tökéletesedésének plánuma, isteni plánum, mely megismerhető a népfajok különvédőségéről és külön is. Ha egy nyelv és egy nemzet volna a világon, a szellemi vezetők egyféle virágai volnának annak a nemzetnek. A német filozófusok és Göte nem kelhettek olasz ágyból, az olasz festők és szobrászok, ha porosz anyától és apától származtak volna, stb. Ahogy az egyes ember a születése előtt való kilenc hónap folyamán évmillió grádusain haladt végig, Születése után pedig, ha eléri a lelki fejlődés legmagasabb fokát, a mindeneket átölelő altruista ember fokára jut, épp így a nemzetek is. Már most, hogy a zsidóság nehezebben bír fejjebb a lelkiség grádusain, néha súlyossá válik a helyzete. A zsidó kérdés nálunk azért is megoldhatatlan, mert a rossz zsidók ellen küzdve bántjuk a jó zsidókat is, akik szívükben már magyarok és megkereszteletlenül is keresztények, vagyis benne vannak már az európai népek etikai egységében. Viszont ha ezekre való tekintettel foglalkozunk a zsidó kérdéssel, a rossz zsidók, az idegenséget fenntartó mások elszegényítésével gazdagodásra törő keresztény gyűlölő zsidók, tovább hatalmasodnak és rontanak bennünket. A kettőt elválasztani nem lehet, mert a vallásuk egybeköti őket. A baj tehát csak úgy orvosolható, ha a jó zsidók maguk kívánják. Akkor maguk különödnek el a rosszaktól, és ők találják meg majd legjobban a módját is, hogyan indítassék ismét haza a babiloni 40 ezer.